Szalagot, tekszek, szalagot, jó? Az már a megvan. szalagot vágtak kölcsén, a határmenti településen egy új 24 férőhelyes bölcsödét adtak át. A fejlesztés azért is fontos, mert a községben korábban nem volt ilyen szolgáltatás. Az ünnepségen a település polgármestere azt mondta, az önkormányzat egyik elsődleges célja, hogy csökkentse az elvándorlás mértékét. Minden erővel azon dolgozni, hogy itt tartsuk a fiataljainkat, szüljenek itt az édesanyák, és maradjanak itt a kisgyermekes családok. Emiatt van kölcsében a mai napig anyasági támogatás, első ingatlan megvásárlásához kapcsolódó támogatás, anyagonlokságunkkal segítjük a település nehezebb sorsú lakóit, van óvodánk, van iskolánk. A környező vállalkozók várják a munkaerőt, egyre közelebb kerül hozzánk az autópálya, és elmondhatjuk, hogy most már van egy bölcsődénk is, amivel biztosan tudjuk 24 gyermek felügyeletét, nevelését, fejlesztését amíg a szüleik ellátják napi feladataikat, egyben biztos jövedelmet tudunk biztosítani a leendő munkavállalóink családjainak. Az átadáson elhangzott, a járásban korábban közel 20 kilométeres távolságban volt elérhető bölcsödei szolgáltatás. 2010 előtt ebben a járásban csak fehér volt bölcsőde, és a kisvárosok kiváltsága volt, hogy a ott lakó e, édesanyák e, e, el tudják vinni a bölcsődébe. Én visszaemlékszem, akkor polgármester voltam Gyarmaton, hogy hosszú sorok álltak, és különböző telefonok érkeztek, hogy de szeretnék, hogyha Gyarmati bölcsődébe járna az éppen Fejegyarmaton dolgozó családoknak a gyermekei, és most mi azt mondtuk, azt mondta a polgári kormány, hogy igenis a kisebb falvakban is épüljenek bölcsődik, és én nagyon örömmel tudok önöknek beszámolni, hogy a választókerületemben több mint tíz bölcsődének az átadása történt meg, vagy történni fog a közeljövőben. A bölcsőde átadásán részt vett Vitályos Eszter államtitkár, aki elmondta, 2010 előtt a Vármegyében 20 településen 1139 bölcsödei férőhely működött. Idén már 88 településen 3480 bölcsödei ellátást nyújtó férőhely áll rendelkezésre. 2023-ban már nem volt Magyarországon olyan járás, ahol ne lett volna elérhető bölcsödei ellátás. Azon dolgozunk, hogy még 10 000 körüli számmal növeljük Magyarországon a bölcsödei férőhelyek számát, amelyek 2010-ben. 32 ezre értek el, 2024 januárjában már 64 ezernél tartunk. Tehát az elmúlt 13 évben a duplájára nőtt a bölcsödei férőhelyek száma. A közel 390 millió forintos támogatásból épült két csoportszobás bölcsödében 24 férőhelyet tudnak biztosítani a három év alatti gyermekeknek. Az intézményhez 400 négyzetméteres játszóudvar is tartozik.